Az egyik legforgalmasabb utca Csepelen a Táncsics Mihály utca a polgármester szerint. Már tavaly felújította volna, amíg Tarlós István vezette főváros, de a csepeli önkormányzat egyéves halasztást kért az M0-áson kialakuló dugók miatt. De az idén sem lesz a felújításból semmi, mert Karácsony Gergely főpolgármester visszavonta az erre szánt pénzt, pedig már az engedélyek és a kivitelező is megvolt. A főpolgármester azzal indokolja a döntést, hogy a kormányzati elvonások miatt ebben a ciklusban csak 28 milliárd forint jut útfelújításra. A csepeli fideszes polgármester szerint politikai szempontok alapján döntött Karácsony. Hogyha valahol csökkenteni kell, akkor egységesen kell csökkenteni. Az, hogy 4 kerületet egy az egybe politikai alapon kihúznak, az számunkra elfogadhatatlan, és egyáltalán nem szakmai döntésről van szó. A 4 kerületből egynek független polgármestere van, a többi kormánypárti, mint a 17. kerület, amelyik szintén nem kapja meg az előző ciklusban beígért pénzt útfelújításra. Nem nagyon tudom szakmainak nevezni azt a döntést, amikor van egy közgyűlési határozat betervezett összegekkel. Ennek kvázi biztatásaként mi nekiálltunk ennek az útnak a megtervezésének és a kisjátításokat elvégeztük, közel 150 millió forintot költöttünk erre. A főpolgármester tagadja, hogy politikai alapon döntött volna, szerinte az előző ciklus pénzosztási gyakorlata volt igazságtalan. Egy grafikont is megosztott, ezen az látszik, hogy a 17. és a 16. kerület kimagaslik a többiek közül, ott újíthatták fel a legtöbb utat korábban. Ezt nem érzem hosszú távon igazságosnak, ezért arra kérem az ott élő polgárokat is, hogy értsék meg, hogy más kerületeknek is sorra kell kerülniük. Semmilyen politikai szempont nem határozta meg a döntésünket. A főpolgármester szerint több fideszes vezetésű kerület is kap pénzt, olyanok, akik eddig nem, így például Pesterzsébet vagy a belváros.